Kedden a franciák ellen idegenben játszó első világliga selejtezőjét az olimpián negyedik EB győztes női vízilabda válogatott. Az év szövetség kapitánya hét újoncot tesztel. Szerződés egyébként a 2017-es Budapesti Vizes VB végéig szól most jelen pillanatban. Bíró Attila következik terveivel. Jó reggelt kívánok, szervusz Attila! Szervusz, jó reggelt nézzük, Na most olimpia után mennyire van itt a kísérletezés ideje? Ugye normális esetben minden olimpia után lezárul egy korszak, és egy újabb négy éves ciklus kezdődik. Minden országban az így működik, minden sportágban úgy gondolom. Itt mi úgy mondom szerencsés helyzetben vagyunk, mert a jövő évi budapesti világbajnokság miatt ezt nem tehetjük meg, hogy teljes vérfrissítés és teljes fiatalítás történjen egyrészt fiatalítanom kell valamilyen szinten, mert azért kell gondolni a budapesti világbajnokság utáni időszakra is. Ugyanakkor egy hazai VB, ugye Magyarországon nem volt még ilyen szintű világverseny, úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg. Van eredménykényszer egyértelműen, Így van, igaz? nem lehet kísérletezgetni, eredményt kell elérni. Na most egyébként ilyen szempontból a jövendő férfi kapitánynak ugye a pályázati király szerint négy évre szól majd a megbizatása, és nincs eredménykényszerben az állása majd a világbajnokságon esetetben, Ugye már van egy építkezés, ugyan nem évek óta, de nagyon jól mutatkoztál be ebbi aranyal. Aztán ugye a riói szereplés egy sűrű éven vagy túl, itt most lesz eredménykényszer, úgyhogy a szövetség által is lefektetve egy elvárás, hogy hanyadik helyen kell végeznetek? Nem lett lefektetve, nyilván magunk felé, és illetve át általában, mint a magyar vízlabdában mindig magasan van a léc, konkrétan nincs lefektetve, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a minimum szerintem, hogy azért a négyben és egy dobogót el kell érni egy hazai világbajnokság, egy hazai eseményen a mindenkori magyar női, akár férfi válogatottnak is. Persze mindig vannak nehezítő tényezők, lásd most a fiúknál ugye ez a kapitány választás, ami esetleg ugye megnehezíti, mert rövidebb idejük van a felkészülésre, úgy gondolom, hogy mi azért összeálltunk, és ez a csapat, és ezért mondtam, hogy szerencsés ez a budapesti világbajnokság mert az olimpia után azért jó esetben általában mindig történik egy nagyobb generációváltás, nálunk is történhetett volna. Történt volna egyébként? Történt volna, igen, tehát jó néhány játékos már pedzegette, hogy esetleg még ugye nem tudtuk, hogy világbajnokság lesz, hogy az olimpia után abba hagyja, vagy esetleg ugye nőkről beszélünk szülni, mennek családot alapítanak, ez most azért kitolódik egy évvel. Egy évvel tolódik ki, tehát te pontosan tudod már, megbeszélted néhány játékosoddal, hogy a budapesti vizes lesz a búcsú számukra? Ö, én soha nem beszélem meg, tehát itt mondjuk a Takács Orsi példát mondhatnám, akivel leültem az olimpia után, megbeszéltük, hogy például erre a naptári évre például a válogatottból szabadságot kap, úgymond, nem számítok rá, pihenje ki magát, nem könnyű, mert az a klubban azért elég sűrű kötelezettségei vannak, de jövőre természetesen a VB-re, és ő ugye azt mondta, hogy utána ő már nem fog a válogatottba játszani, de hát én mindig mondom, hogy soha nem mond, hogy soha, tehát soha nem lehet tudni. Na most, hát akkor olyan nagy kísérletezési lehetőséged, időd és mérkőzés számod nincsen ennek a világbajnokságnak a figyelembevételével, és azért most is az a fiatalítási teszt, aminek elsősorban, ha én jól láttam, akkor nemzetközi kupakötelezettséges is az oka, igaz? Ez azért ez egy UVS -e alapú teszt. Így van. De az -nek ott lesznek a. a Igen, hát az elmúlt évben, ugye az olimpiai évében a klubokkal törekedtem, eddig is így volt, és ezután is így lesz egy jó kapcsolatra. Ők mindenben támogatták az olimpiai, illetve jövőre a világbajnoki felkészülést, akár a bajnoki, akár a nemzetközi kupa program kialakításában, a válogatott összetartások kialakításában. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a minimum, hogy ilyenkor én is segítek nekik hogy az Euroligában egyrészt nagyon tolerálom és örülök nekik, hogy elindultak a Nemzetközi Kupában, vállalták ezt a szereplést, másrészt szeretném, hogy jól szerepelnének, ezért fontosnak tartom, hogy, hogy jól fel tudjanak készülni. Ezért most ugye a BVB-s és az újvárosi pólósok Így nincsenek van, ott a Viszont titokban picit örülök, hogy azért a fiataloknak is tudok lehetőséget adni, nem utolsó, nem utolsó sorban a Faragó Tamás által vezényelt ifjúsági válogatottnak lesz jövő hét végén utaznak Új-Zélandra, 18-en aluli ifi világbajnokság. Őnek ő a legfontosabb, legjobb játékosairól beszélünk, ők már utánpótlás válogatottban többször bizonyítottak, a klubjukban már meghatározó szerepet játszanak, bízom benne, hogy a válogatottban is megmutatják az oroszlán körméket. Új-Zélandra mennek, egy pillanatra maradjunk Új-Zélandnál, ismerős terep számodra is, és nem csak a bor miatt, hanem a vízilabda miatt is, és az újoncok között van ugye az EGRI honosított center, Parks Rebecca. Ebből a nemzetiségváltásból lehet trend? Én úgy gondolom, hogy nem, tehát nem jellemző, pláne a női vízilabdára igazából, nem, nem is nem emlékszem rá, nem volt még példa rá. Három évvel ezelőtt junior válogatott volt ez a lány, amikor megkeresett engem, még én, mint új Szövetség kapitány. Hát milyen, milyen lehetőséget látok a továbbfejlődésre, és azt mondtam, hogy Európába kell jönni játszani. Természetesen támogattam a, a magyarországi játékot, azon belül Eger csapatát, úgyhogy azóta ott palérozódik, és úgy gondolom, hogy érett arra, hogy nemzetközi szinten a magyar válogatottban is megmutassa a tudását. Vele együtt hét újoncot hívtál a keretbe, esetükben mire vagy kíváncsi? Egyéni képességek, mentalitás, vagy a szerkezetbe való beilleszkedés, gyorsasága, szóval mi, mi itt most a főedzői szempont? A főedzői szempont az, hogy hogy tudják felvenni ezt a egy vagy két lépcsővel magasabb szintet, hogy tudom beilleszteni őket a mi játékrendszerünkbe, illetve hogy ki tényleg mennyire tudja, megráncigálni a nagyok bajszát, még ha a francia csapat azért, azért nem a közvetlen élmezőny, de azért a közvetlen élmezőny után egy, egy, kemény csapat, akire, hogyha nem figyelünk oda, azért lehetnek meleg pillanataink. Na most, hogy látod a lehetséges idősebb generáció visszavonulásával, a fiatalok képességeivel együtt lesznek-e, vannak-e hiányposztok nálatok? Szóval hol vannak nagyobb kérdőjelek? Uh, valószínű... Milyen posztokon lenne igény? Uh, valószínű, hogy lesznek hiányposztok. Úgy látom, most két ifi válogatott kapus is edz velünk, tehát kapusposzton jól állunk, nem lesz probléma. Uh, a a színre lépésével úgy gondolom, hogy centerposzton sem lesz olyan nagy problémánk, bár jó lenne még azért egy-két fiatal center tehetséget látni. Igazából a védőposzton a back pozícióban látok egy-két hiányt, illetve balkezes pozícióban uh, jó lenne még egy-két ügyes fiatal. Az újak közül hányan kaphatnak fontos, igazán fontos szerepet most a világliga selejtezőn, de mondhatom azt, hogy a világliga selejtezőkön? Úgy gondolom, hogy minden világliga selejtező más-más keret lesz, illetve más-más fiatalokat is fogok meghívni, tehát a következő vagy az azt következő világliga mérkőzésre a Dunai város, illetve a BVSC fiataljait is szeretném letesztelni az, hogy mennyire számíthatok majd rájuk esetleg egy VB keret kijelölésekor, az egyelőre nem tudom, egyelőre azt gondolom, hogy mutassák meg, hogy itt mit tudnak, mit, milyen jövőkép lehet bennük, aztán majd elválik, hogy akár a VB keretbe esetleg egy-egy játékos be tud kerülni közülük, vagy közvetlen a VB után már tényleg a jövőt jelenthetik. Ez a világliga, és ez a világliga sejtező sorozat, ez milyen? pontosságú számotokra a felkészülésben májusban kell majd ugye a VB keretet hirdetned. Milyen szerepet igen, a világban? Hát, ez, fog felkészíteni a világbajnokságra? Többé-kevésbé. Ugye az olimpiai év az mindig dupla terhelést trua a lányokra. Nagyon sűrű volt ez az év, ugye három világversenyen vettünk részt, az Európa-bajnokság, a Világliga és az Olimpia volt a fő esemény, ugye idén gyakorlatilag ez a világliga sorozat lesz az egyetlen olyan nemzetközi sorozat, ahol, ahol megfelelő játékosokat megfelelő környezetben, megfelelő ellenfelekkel ki tudom próbálni. Ugye négy meccsünk lesz, ezért is cél, hogy bejussunk a világig a szuper döntőbe, ami júniusban lesz, a világ legjobb nyolc csapata fog találkozni, ami szintén ugye egy fontos esemény, természetesen a világbajnokság a legfontosabb, de szeretnénk oda kijutni és ott jól szerepelni, mert ott tényleg az olyan szinten értékmérő lehet, hogy onnan már valószínű, hogy nagy biztonsága kijelenthető a VB csapat. Egyébként hogy érzed azt eddig látva az állományt, a fiatalokat, milyen mértékben frissülhet fel jövőre itthon a riói olimpiai kereted alakulhat Szóval mekkora méretű fluktuáció képzelhető -e? Biztos, hogy négy-öt játékos távozásával, vagy cseréjével számolni kell, vagy életkor, vagy családalapítás, vagy egyéb okok miatt. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi magyar vízlabdának, mint ahogy előbb említettem, pár hiányposztot, de nem lehet probléma és meg kell oldani. Biztos, hogy lesznek nehézségeink, de úgy gondolom, hogy ez minden országban így van. Az olimpiai tapasztalatokat is hasznosítva, a világligát megelőzően mit akarsz te ezzel a csapattal elsősorban gyakoroltatni? Folytatni az elkezdett munkát, illetve egy-két új taktikai elemet bevetni, amit már most Franciaországban is fogunk gyakorolni, az emberhátrányos védekezés, illetve a hatalmi védekezés, mert két új dolgot. Az más kérdés, hogy a világbajnokságon, vagy világbajnokság ég, ezek hogy működnek, és elő kell, elő kell venni. A lényeg az, hogy minden olyan lehetőségre fel legyünk készülve, ami tehát nem érhet minket semmi váratlanul. Ennek az um, idén az olimpián látott csapatnak a, a karaktere és játékstílusa miben különbözik attól, amit te jövőre a világbajnokságra, és sikeres világbajnokságra elképzelsz, mint ideális játékot? Úgy gondolom, hogy mindig a játékvezetéshez kell alkalmazkodni, ami elég nehéz, mert azért meccsen belül gyakran is tört, változik. gyakran változik, meccsen mérkőzéseken belül is változhat. Úgy gondolom, hogy pont amit az előbb említettem, hogy mind különböző taktikai variációkkal, akár negyedeken belül, vagy két-három percen belül képes, egy ez a csapat védekezést, támadásban ritmust váltani, akár gyorsabb, akár statikusabb játékra felkészülni, úgyhogy erre úgy gondolom, hogy megvannak a játékosok, mind gyorsaságban, mind statikus erőben, úgyhogy ezt próbálom majd egyesíteni, vagy ötvözni úgy, hogyha tényleg mondjuk egy nagyobb testű fizikai csapat ellen kell játszani, mint az amerikaiak, akkor legyenek olyan embereink nyilván hirtelen nem tudok leemelni a porcról négy darab 190 és 100 kilós centert, vagy védőjátékos, de dolgozunk rajta, hogy a jelenlévőkkel is azért erősebb és komolyabb fizikumot tudjunk majd nyújtani nyárra. És végül Attila, miután a magyar edzők javát már megkérdeztem, így itt a, a műsorban téged is megkérdeznél, kíváncsiak a véleményedre, ha már említettük az elején, más helyzetben van a férfi szakág, te milyen férfi kapitány tartanál ideálisnak habitusban, meg karakterben? Én úgy gondolom, hogy egyrészt a Benedek Tibor munkáját nyomon követve, illetve egy hasonló karakterű nyilván nem lesz könnyű, mert a Tibor szerintem egy nagyon jó munkát végzett, egy hasonló habitusú és karakterű edzőt látnék szívesen, nyilván nincs két egyforma ember, úgyhogy igazából egy hasonló, nyugodtabb, de nagyon precíz, nagyon sokat dolgozó, munkás edzőt szeretnék a kispadon látni, ami nagyon sok van egyébként a magyar mezőnyben. Ugye klubok, magyar edzőt szeretnél látni? Igaz. Mindenféleképpen, tehát úgy gondolom, hogy külföldi edző nem nagyon lehetne sikeres Magyarországon. Lehet, hogy egyszer érdemesene kipróbálni, de én a magyar edzőkbe bízom. Hát akkor jó munkát nektek most a VB felkészüléshez, és hát